Rendhagyó tanévnyitó. Több mint 100 gólya kezdte meg tanulmányait a Bajai Eötvös József Főiskolán. Éjszaka a múzeumban. Az idén is sokan barangoltak a Bajai Tűr István Múzeum kiállítóhelyein. Országos kitüntetés. Az év felnőtt férfi ökölvívóját és az év edzőjét köszöntötték pénteken a Városháza dísztermében. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió szeptember 7-i hétfő esti híradója már is kezdődik. A járványügyi protokoll szigorú betartásával, új képzéssel és felújított helyszínekkel nyitotta meg az idei tanévet a Bajai Eötvös József Főiskola. Az ünnepségen dr. Szilágyiné, dr. Singer Ibolya, az intézmény rektora köszöntötte a díszdiplomásokat, valamint az új hallgatókat is. Maszkhasználat, kézfertőtlenítés, másfél méteres távolság. Az új járványügyi protokoll szigorú betartásával, ám hagyományos módon köszöntötte első éveseit és a díszdiplomásokat az Eötvös József Főiskola. Mint mindenhol, a főiskolán is hagyományos óraadásra rendezkedtek be, de természetesen felkészültek az oktatás átszervezésére is. Így például a tanárok olyan képzéseken vehettek részt, amelyek segíthetik a továbbiakban az online tanítást. A folyamatos intézményi felújítások mellett nem csak az épület néhány részét korszerűsítették, hanem a képzések listája is bővült. 2020. szeptemberétől a gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés is elindult. A jelentkezők legtöbbje óvodapedagógus szakra felvételizett, de a gazdálkodási és menedzsment képzés is népszerű volt a pályaválasztók között. Közel 120 hallgatót tudtunk felvenni, nappali és levelező tagozaton egyaránt. A levelező tagozatosok az elmúlt éveknek megfelelően mindig többen vannak, mint a nappalisok, de folyamatosan azon dolgozunk, hogy egyre több nappali tagozatos hallgatónk legyen. Hát nem volt könnyű év ez a főiskola életében, hiszen az emelt szintű érettségi behozatala azért megnehezítette a hallgatóinknak a bekerülést, és korábbi években nekünk egyik alapszakunkon sem volt feltétel az emelt szintű érettségi. Így természetes, hogy némi visszaesés jelentkezett a hallgatói létszámba, de azért annak örülünk, hogy 100 fölötti hallgatói létszámmal kezdhetünk. A pótfelvételi az jobban teljesített az előző évhez képest, hiszen állami finanszírozott helyeink is voltak, tehát idén kivételes alkalommal megengedték, hogy állami finanszírozással is bekerülhessenek hallgatóink. A jubileumot ünneplő díszdiplomások idén is megkapták okleveleiket. A jelenlévő vendégek között dr. Fátrai Klára, a főiskola egykori főigazgatójának munkáját is díszoklevéllel köszönték meg. Csaknem 40 év óta itt tanítottam, vezetői feladatokat láttam el, és még mostanában is visszajárok, úgyhogy ez az én szeretett főiskola. A tanévnyitó ünnepségen az intézmény hallgatói versekkel és zenei előadással színesítették a műsort. Újabb 5 oktatási intézményben rendeltek el szünetet szeptember 7-e hétfőtől. Az operatív törzs eddig 8 helyszínen rendelt el digitális oktatást, ami 5 esetben csak egy-egy osztályt érint, 3-ban viszont a teljes intézményt. A korábbiak mellett most további 5 oktatási intézményben rendeltek el rendkívüli szünetet koronavírus megbetegedés miatt, közölte Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkára hétfő reggel a Kossuth Rádióban. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, ha jelzés érkezik egy intézményből, akkor digitális oktatásra állnak át arra az időre, amíg a fertőzés terjedése megáll, majd újra normális működés következik. Múlt héten a Bajai 3. Béla gimnázium egyik tanáránál merült fel a vírus gyanúja. Az intézmény igazgatója arról tájékoztatta a sajtót, hogy hétfőtől egyelőre továbbra is normál munkarendszerint folyik az oktató-nevelő munka. Az oktatási hivatal és a Klebelsberg központ ettől eltérő iránymutatása esetén a pedagógusok, szülők és diákok időben tájékoztatást kapnak. A szeptember 7-i reggeli adatok alapján újabb 576 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, az aktív fertőzöttek száma ezzel összesen 4377 fő.
Szombaton ismét megrendezték Baján a múzeumok éjszakáját. Ez alkalommal 5 helyszínen 26 féle programmal készültek a szervezők. Az érdeklődőket a különböző kiállítások mellett számtalan érdekesség, így például jazzkoncert, népviseletbemutató és táncház is várta ezen az estén. A vendégeket Kovács Zita, a Tűr István Múzeum igazgatója köszöntötte az Éber Emlékház udvarán. A múzeumok éjszakája az idén népviselet és néptánc bemutatóval kezdődött. A ház falain ifjabb Éber Sándor képeit tekinthették meg a látogatók a témában. Ezt követően pedig egy különleges bemutatóval folytatódott a program. Tavalyi sikeres divatbemutató után, az ugye egy kórhű divatbemutató volt, nagyon sokan kerestek meg bennünket, hogy ugye lesz máskor is ilyen, és erre a, hát úgy mondom, a nyomásra reagáltunk ezzel, hogy most a viseleteket szeretnénk bemutatni, de nem csak úgy, ahogy egyébként máshol is látjuk, hanem szakember segítségével, aki beszél nekünk arról, hogy mit miért hordtak, miért úgy, melyik tájegységben, hogy hordták a ruhákat. A zenét a Danubia Tambura zenekar szolgáltatta. A program során autentikus öltözékeket és néptáncokat mutattak be a modellek, a látottakhoz pedig Romsics Imre néprajzkutató mesélt. A Nagy István képtárban Baki Péter Találkozások című kiállítása mellett filmvetítés, kézműves foglalkozás és planetárium is várta a résztvevőket. A Bunyavár Sztályházban a látogatók nagy örömére Jakab Árpád sütött főzött, valamint a vállalkozó kedvűek a táncházba is bekapcsolódhattak. A szervezők az idén 5 helyszínen 6 órán át 26 féle kulturális és kulináris programmal készültek az érdeklődőknek, akiket a helyszínek között az idén is a kis vonatok szállítottak. Nagyon örültünk neki, hogy végre találkozhatunk a látogatóinkkal, és gondoltuk, hogy ők is szívesen találkoznának a múzeumok éjszakáján, ezért mindenképpen szerettük volna megrendezni a júniusban elmaradt rendezvényt. A főépületünkben sajnos még nem készült el az új állandó kiállításunk, ez év végére várható, de ezen kívül minden házat kinyitottunk, különleges programokkal kedveskedünk a látogatóknak. Az idén a Találkozások cím mögött nem csak a mi találkozásunk van, hanem tájakorok, emberek találkozása is. Az elmúlt év a polgári kultúráról szólt, ebben az évben a népi kultúrára helyeztük a hangsúlyt. A Deák Ferenc utcai főépületben hangulatos romkocsma, fotósarok és jazzkoncert várta az éjszakán barangolókat. Nagyon tetszett, megkóstoltam a borsos kálcsot, amit eddig még nem ettem, és ez is nagyon finom volt. Meg ez a hangulat is itt, ez nagyon jó. Annyira tartalmas és gazdag programokat szerveztek a múzeumnak a dolgozói, és én szerintem így a városnak is ez egy nagyon jó színvonalas rendezvénye. Voltunk már a Bunyavár Sztályházban, a Bagolyvárban is voltunk, a Bauhausról előadás, filmvetítés is volt. Igaz, hogy voltam ott is többször, de valahogy mindig olyan jó így visszamenni. És hát most ugye itt vagyunk, és nagyon várom a Nagy Emma koncertet, és hát terve van még ugye, hogy az Éberházba és a Nagy István képtárba is elmenjünk. Az est végére a szervezők a múzeum udvarára invitálták a jazz szerelmeseit, ahol a bajai származású Nagy Emma és zenekara gondoskodott a színvonalas szórakozásról. Folytatódik a szezon a belföldi turizmusban. Egy friss felmérés szerint továbbra is az előző évit meghaladó ütemben nő a hazai utazások piaca, írja a Magyar Nemzet. A leglátogatottabb szálláskereső portál által megkérdezett válaszadók közül minden második internetező tervez többnapos utazást az elkövetkező hetekben. Az őszi utazás azok körében is tervezett program, akik már nyaraltak az idén, ahogy azoknál is, akik valami miatt nem vakációztak. A szállás.hu közölte, a tavalyi azonos időszakhoz viszonyítva már most összességében 16,5%-kal több aktív szobafoglalást jegyeznek a szeptember-novemberi időszakra.
A legnépszerűbb úti célok a magyarok körében Gyula, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Eger és Hévíz lesz ősszel, de várhatóan látogatott lesz Siófok, Egerszalók, Visegrád, Nyíregyháza és Miskolc-Tapolca is. A legtöbben, vagyis a válaszadók csaknem fele két éjszakára készül elutazni valamelyik belföldi pihenőhelyre, míg minden ötödik vendég 3-18%-uk pedig egy estét tölt majd a célba vett szálláshelyen. Ebben az évszakban az apartmanok, a vendégházak, a panziók és a háromcsillagos hotelek a legforgalmasabbak. Ösztönzi a vendégforgalmat a Magyar Turisztikai Ügynökség újabb forgalomélénkítő kampánya is, amely a héten kezdődik. A szeptember 9-től érvényes Magyarország ősszel is vár című országos akcióban október 15-ig speciális belföldi lehetőségekről szóló ajánlatokat gyűjtenek a csatlakozó vendéglátóhelyek, szállások, borászatok, fürdők és más szolgáltatók részvételével. Ezekből a csodásmagyarország.hu weboldalon válogathatnak a turisták. Bács-Kiskun megyében vasárnap 4 könnyű sérüléssel járó, valamint 3 anyagi kárral végződő közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek az egyenruhások. Baján 18 óra 20 perckor egy 23 éves férfi közlekedett egy Mercedes-szel a Matthias János utcában. A fiatal egy jobbra ívelő kanyarban elvesztette uralmát az autó felett, lement az útpatkára, ahol nekiment egy tűzcsapnak, majd az oldalára borult. A baleset során a jármű utasai, egy 50 éves és egy 20 éves bajai férfi megsérültek. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, hiszen jogkövető magatartással, körültekintő vezetéssel és odafigyeléssel a balesetek megelőzhetőek lennének. Hangulatos koncerttel zárult a nyári szezon Baján. A Köszönjük Magyarország program keretében a kultúrpalotás esteket követően ezúttal 2 fiatal előadó művész látogatott a városba. A műsorban popslágerek, musical részletek és saját szerzemények is felcsendültek. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki más. Dés László, Nemes István, Valahol Európában című műzikelének közismert betétdala is felcsendült a péntek esti nyárbúcsúztató koncerten. Az előadó művészeket támogató Köszönjük Magyarország program keretében ezúttal a Budapesti Operettszínház egykori tagjai látogattak a városba, hogy egy hangulatos zenés estel zárják a nyarat. Horváth Dániel fiatalon ismerkedett meg a színház világával. Középiskolai tanulmányai után egy kis kitérőt követően a fővárosban csatlakozott egy pesti színi tanodához, ahonnan egyenes út vezetett az Operettszínházhoz. Az előadó otthonosan mozog a musicalek között, a bajai estre is a legnépszerűbb zenés darabokból válogatott slágereket. Ennek van egy feelingje, hogy a színháznak egy kis darabját, egy kis részét ide kihozzuk, vagy akár nem ki, de most éppen ez egy szabadtéri helyszín, de máshova elvisszük, nem feltétlenül színházi közegben, szerintem ugyanolyan minőségi produkciót lehet nyújtani érzelmekben és hangi kvalitásokban egyaránt. Az est másik főszereplője, Kassai J. András szintén több éven át erősítette a fővárosi társulat csapatát. A pantomim művész családból származó előadó a popslágerek mellett saját szerzeményeit is megosztotta a közönséggel, a műsorban pedig néhány alapvető pantomim mozdulatot is láthatott a publikum. Én azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag a pantomim művészet segítségével kvázi filmeket lehet felvinni a színpadra. Ugye megkönnyíti például a jelenetváltásokat az, hogy ugye nincsenek díszletek, a karakterváltásokat az, hogy nincsenek jelmezek. Tehát itt igazából az előadó művésznek a gesztusai, a mozgása és a mimikája áll rendelkezésre, hogy megteremtsen egy fiktív világot, és ez a fiktív világ egyik percről másikra nagyon gyorsan változhat. 720 felett, senki nincs felett. Az énekesek nem először jártak a városban. A nyári szabadtéri előadásokon ugyanis már többször játszottak a bajai közönség előtt. Andris több előadásban is itt volt, még amikor az Operettszínház elkezdte a bajai vendégjátékokat 2012-ben a Miss Saigonban, aztán a Rómeus Júliában, az Elizabethben, a Szent Iváni Álomban, ezekben mind benne volt ő. Danit pedig az István a Királyban láthatta a közönség itt Baján, tehát ismerős nekik a helyszín, most is előbb érkeztek,
körülnéztek a téren egy kicsikét, mi változott. A nyári programsorozatot a könnyű zenei slágereket felvonultató vízi színpadi koncert zárta. Kulturális rendezvények azonban az ősszel is lesznek a városban. Az aktuális műsorról a baja.hu oldalon, valamint a bajai rendezvények közösségi oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. A héten szállítják el a zöld hulladékot Baján. A Felsőbácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Munkatársai a hagyományos kuka ürítéssel azonos napokon viszik el a biológiailag lebomló anyagokat. A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a kertekből, konyhából, udvarból származó szerves anyagtartalmú zöld hulladékot a cég által biztosított zsákban összekötözött formában lehet kihelyezni. A csomagokat az ingatlan előtti közterületre kell kitenniük az ügyfeleknek a gyűjtési napokon reggel 7 óráig. Kerti hulladék esetében legfeljebb 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű kötegekben szállítják el a faágakat és letört gajakat, míg a műanyag zacskóban vágott füvet és virágot, látszárú növényeket és egyéb apró zöldet lehet gyűjteni. Udvari hulladék közül fűrészport, faforgácsot és száraz szalmát szállítják el. A konyhai maradék esetében pedig a zöldség és gyümölcs maradványokat, kávézacot, tojáshéjat és tealeveleket lehet összegyűjteni. A szolgáltató arra kéri az ügyfeleket, hogy a lebomló zsákokba ne tegyenek állati ürüléket, vagy azzal szennyezett anyagot. Országos elismerésben részesült Gálos Roland, a Mogyi Felsővárosi Ökölvívó SS sportolója, valamint edző édesapja Gálos Tamás. A bajai sportembereket az idei évben elért eredményeik alapján az év ökölvívójának és az év edzőjének választották meg. A kitüntetést pénteken a Városháza dísztermében vehették át a díjazottak. Egy hónappal ezelőtt szintén meghívást kapott a Gálos család a Városháza dísztermébe, akkor a Baja Büszkesége címet vehették át a sportemberek. Most a sportágukban érte őket nagy elismerés, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Gálos Rolandot az év felnőtt férfi ökölvívójának, míg edző édesapját, Gálos Tamást az év edzőjének választották. Nagyon büszkék vagyunk a Gálos családra, nem csak azért, mert Gálos Rolandnak ilyen szép eredményei vannak is olimpikon, hanem azért is, mert az a munka, amit ő és az édesapja végeznek Baján. És itt most arra a szociális munkára gondolok, hogy mennyi hátrányos helyzetű gyerekkel foglalkoztak ők már itt az utóbbi időben, az mindenképpen egy olyan tény, amire nagyon-nagyon büszkék lehetünk. A pénteki díjátadón Nyirati Klára köszöntötte a vendégeket, majd dr. Bajka István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke beszélt a Gálos család ökölvívásban elért eredményeiről, majd átadták az okleveleket. Igen, azt gondolom, hogy ők nagyon sokat tettek, rendkívül aktív szereplője a Magyar Ökölvívásnak, és csak köszönetet tudok nyilvánítani a Magyar Ökölvívó Szakszövetség nevében a munkájukért, a kitartásukért, a tehetségükért, annak az, hogy az ökölvívás, reméljük, hogy még magasabbra tudjuk emelni ezt a szintet, és el tudunk jutni arra a polcra, amire valójában a magyar ökölvívásnak lennie kell, vagy el kell érkeznie, ebből ők óriási munkát végeznek. A megtisztelő elismerésben részesülő sportoló és edző a kimagasló teljesítményüknek és szakmai munkájuknak köszönhetően nyerték el az ökölvívás legjobbjai címet, szép eredményekből pedig az idén is akadt bőven. Szerintem azért lettem az év sportolója, mert hogy sikerült még februárban bocskét is megnyernem, meg hát kijutottam az olimpiára, sikerült kvalifikálnom magam, és szerintem ez miatt is lettem így az év sportolója. Ugye Roland kijutott az olimpiára, és hát egyéb nagy világversenyeken is voltunk, amit megnyert, és hát mellette még azért voltak magyar bajnokaim is, a lányokban is, a Fekete Bernadett szupernehéz súlyban magyar bajnok lett, és hát ez alapján ítélték nekem. Tamás és Roland kitartó munkájuknak köszönhetően immáron másodszor vehette át az említett díjat. Az Ökölvívó Szakszövetség 2013-ban már elismerte ezzel a bajaiak eredményeit. Hamburgban rendezték a triatlon világbajnokságot, ahol első nap egyéniben, majd másnap a mix váltóban küzdöttek meg a nemzetek egymással.
Az egyéni futamokat tekintve Faldum a harmadik legjobb magyarként a 21. helyen ért célba a férfiak között, ami nagyszerű eredmény lehet az olimpikon számára. A kimagasló egyéni eredmények alapján nagy reményekkel rajtolt el a magyar vegyes a vasárnapi váltóversenyen, azonban a Bragmeier, Kovács, Bicsák, Faldum négyes az elvártaktól valamivel elmaradva a 12. helyen zárta a világbajnokságot. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Rendhagyó tanévnyitó. Több mint 100 gólya kezdte meg tanulmányait a Bajai Eötvös József Főiskolán. Éjszaka a múzeumban. Az idén is sokan barangoltak a Bajai Tőr István Múzeum kiállítóhelyein. Országos kitüntetés. Az év felnőtt férfi ökölvívóját és az év edzőjét köszöntötték pénteken a Városháza dísztermében. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Műsort készítő kollégeim nevében is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Éjszaka északnyugat felől csökken a felhőzet, reggelre nagy területen, majd délelőtt a kezdetben még felhős déli és középső tájak fölött is kiderül az ég. Csapadék kedden sehol sem lesz. Az északi, északkeleti szelet ma elsősorban a Dunántúl északi felén és a Zemplén térségében kísérik erős lökések, illetve zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Holnap azonban már csak északkeleten, a délelőtti órákban lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 27 fok között alakul.